Kegyes szemmel néz ránk, édes Istenünk, akik szívvel hajkal áldunk tisztelünk. Kegyelmednek árját áraszt rám, s légy mindenkor édes jó Atyám. És a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, kissé náthás hangvétellel, de nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai szentmisén itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm a televízió kedves nézőit is a 25. évközi vasárnapon. A mai szentmisét élő Mária testvérünkért és elhunyt férjéért, Vilmosért ajánljuk föl, és imáinkba foglaljuk élő és elhunyt családtagjaikat is. Az Úr Jézus fölkínálja nekünk a választás lehetőségét. Nem lehet két úrnak szolgálnunk, nem szolgálhatunk egyszerre Istennek is, és a mammonnak is. Az ige liturgia üzenete az elkötelezett Krisztus szolgálatra bíztat bennünket. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket,
és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással. Én igen nagy vétem, kérem azért a boldogságos, minden országből lesz üzmányáját, az összes angyalat és szenteket, és igen testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunk, az Istenem igaz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennel, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk Atyánk, te az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Halljátok ti,
akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket. Azt kérditek, mikor múlik el az új hold, hogy eladhassuk a búzánkat? A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük pénzért a szegény, egy pár saruért a szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját. Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob büszkesége, sose felejtem el egyetlen tettüket sem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, mindenek előtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben, tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek. Igazat mondok, nem hazudom. A pogányok tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel. Ez az Isten igéje. Istennek. Legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és a televíziók mellett jól ismerjük a négy levelű lóherének üzenetét és jelképét, hiszen a reklámok világában is sokszor hirdetik a szerencsejátékok nyereményeit, melyek mindig vágyat ébresztenek az emberben, az ember szívében, hogy e világi dolgaiban jobb vagy gondtalanabb életet élhessen, és ebben a törekvésben nagyon sokszor az anyagi javak megoldásait keressük. Aki tehetősebb, úgy gondoljuk, az boldogabban él. Egy tanító elbeszélés szerint egy földműves, aki egy igen termékeny völgyvidéki faluban élt, talált egyszer egy négylevelű lóherét. Nagy szerencsét jelentett, lélekszakadva rohant a faluba, hogy elújságolja a barátainak, vagyis a költőnek, a gyógyszerésznek, a tanárnak és a plébánosnak ezt a nagy lehetőséget. Óriási szerencse ér téged, mondták a barátai, de mire vágysz a legjobban? Szeretnék egy kényelmes házikót, kerttel, udvarral, de nem olyan nagyot, mert nem bírnám kifizetni az adót utána. Szeretnék egy odaadó feleséget, több gyermeket, egy jó munkát a friss levegőn és nyilván a mindennapi kenyeret. A földműves elhallgatott, a barátai pedig csak mosolyogtak. Ekkor jött rá, hogy tulajdonképpen mindene megvan, ami szükséges számára, és valójában a nagy szerencse már megérkezett. Négylevelű lóhere. A történet üzenete egy sajátos szemléletmódra hívja fel a figyelmünket, mégpedig arra, hogy e világi dolgaink között is az anyagi értékek világában próbáljuk megtalálni azt a szabadságot és azt az örömet, amit minden javak szerzője és minden e világi dolognak a tulajdonosa tud számunkra adni és felkínálni, mert az, hogy mire van szükségünk és milyen mértékben, ezt a mi teremtőnk adja meg számunkra, természetesen az emberi vágyakozás szintjén többet is óhajthatnánk vagy akarhatnánk elérni,
De tudja az Úr mindannyiunk esetében, hogy mire van szükségünk. Nekünk az Istenre van szükségünk teljes mértékben, az emberi vágyaink és keresésünk szintjén is, mert ő az, aki betölt mindent az életünkben, és ő az, aki jóval többet ad mindannál, mint ami emberi vágyainkban szerepel. Mindent megadhat nekünk, ami messze felülmúlja az emberi törekvéseinket, hiszen Istennél az élet teljességét kapjuk. Így tudjuk megérteni az Úr Jézusnak az ellentét párját, a szembeállítást Isten és a mammon között, vagy a hamis mammon, mert végül is azért mondja a hamis mammonnak a helytelen anyagiasságot, mert ugyanakkor szükségünk van az anyagi javakra, a teremtett világnak az értékeire, de mégiscsak olyan mértékben, amely segít elérni a teljesebbet, a tökéletesebbet, amely mindent messze felülmúl. Amikor Jézus kijelenti most számunkra, hogy nem szolgálhatunk két úrnak, Istennek is, és a mammonnak is, akkor nem mást tesz, mint hogy a fő parancsolatnak mértéke szerint biztat minket arra az Isten szeretetre, amely mindenünk odaadását kívánja tőlünk, és az Isten iránti mindenek feletti szeretetet, vagyis az imádást. Az anyagi javak tekintetében pedig a boldogságnak azt a mértékét, amellyel magunkat és a megélhetésünket, ugyanakkor a ránk bízottakat, az embertársainknak és a rászorulóknak a megsegítését kívánja éppen az anyagi értékeink felhasználásával. A mai vasárnapi szentmise könyörgése éppen ezt fogalmazta meg, azt kértük és kérjük az Úrtól, hogy tegye tökéletessé bennünk az Isten és az ember szeretet parancsának a megélését, mely akkor valósul meg, ha egészen az Úrnak élünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egyénjegyű, és minden általának. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Értünk keresztre feszítették, kín halál szemület és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit ők úgy imádunk és dicsérjük, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavába, hiszen az egy szent, katolikus és apostoli szent egyházban, való az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, három a voltak feltámadását, és a feljövendő örökéket. Kérjük testvéreim, Urunkat, a mindenható Istent, hogy okos és hűséges szolgáinak bizonyuljunk.
Segítsd egyházadat, hogy a rábízott szent titkoknak hűséges kezelője legyen. Világosítsd meg a népek vezetőit, hogy a közhatalmat igazságosan és szeretettel gyakorolják. Segíts mindnyájunkat, hogy a földi javaink sok jót tehessünk embertársainkkal. Add, hogy a fiatalok a jó ügy szolgálatába állítsák testük erejét és lelkük tehetségét. Egyházközségünk elhunyt híveit fogad be örök hallékodba. A bőséges kegyelmedet kérünk Mária testvérünknek és családtagjainak, elhunyt Vilmosnak és elhunyt családtagoknak add meg az örök boldogságot. Kérünk téged. Urunk Istenünk, Te szolgálatodba fogadtál minket, és nagy értéket bíztál ránk. Add, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, és a ránk bízott javakat a Te szent terveid szerint használjuk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim,
hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának te szabtál törvényt. A te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért hiatt halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal,
Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent angyalaiddal, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő, életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Édes Jézus, tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek. Égő vágyjal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen neked ajánlom, szentelem magamat. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szent áldozásban is, és keresztény életünkben is elnyerjük Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden életforrása, küld el szent lelkedet. Testvéreim, hirdetéseink sorát egy köszöntéssel kezdem. Fülep Péter liturgikus munkatársunk, akit templomatyánknak szoktunk nevezni, hiszen kezdettől fogva már László atya mellett a templom építésének vagy alapkő elhelyezésének eseményétől fogva szolgálja a gazdagréti egyházközséget, korábban a kvázi plébániát, illetve most már a valóságos 10 éve plébániai rangra emelt egyházközséget. Péter testvérünk magas állami kitüntetésben részesült, és most ebből az alkalomból szeretnék neki gratulálni. A kormányzati informatikai fejlesztési ügynökség tervezést felügyelő mérnökeként, a Magyar Mérnöki Kamara tagjaként, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült az idei Szent István ünnep alkalmából, és természetesen mindebben a távközlés tervezés területén folytatott több mint 4 évtizedes szakmai
pályafutását, valamint szakmai közéleti tevékenységét ismerték el hazánk vezetői. A hívő közösség nevében is szívből gratulálok templomatyánknak, Péternek, és a Jóisten áldását kérem további szolgálatára. Gondolom, egy tapsot megérdemel a hirtalom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Úgy vélem, hogy az egyházközségünk, a közösségünk tagjait érintő elismerések és minden olyan közösséget felemelő esemény, amit valaki képvisel, az egész közösségre hat, ezért bátorkodtam ezt a köszöntést most elmondani. És egyúttal már a közösségünk, egyházközségünk legnagyobb ünnepére, helyi ünnepére hívom fel a figyelmeteket, közeledik a templomszentelés évfordulója, illetve a templomunk búcsú ünnepe. A templomunk felszentelése 3 évvel ezelőtt történt, október 1-én, idén a 3. évfordulót, 1-én, keddi napon, a reggel 8 órai szentmise keretében fogjuk ünnepelni. Október 2-án, szerdán, 10 órakor lesz a templombúcsunk ünnepi szentmiséje, amelynek fő celebránsa és ige hirdetője, hazánk apostoli nunciusa, Michael August Blum érsek úr lesz, aki elfogadta a meghívásunkat és örömmel készül a látogatására, és az is nagy lelkesedéssel töltött el a nuncius urat, hogy szeretné majd a szent liturgiát, a szent misét magyar nyelven végezni, és néhány mondatot a homiliából is magyar nyelven elmondani. Nagy szeretettel várjuk őt, épp úgy az esperes kerületünk papjait és híveit, illetve a szomszédos Budaörs település Szent Benedek középiskoláját, annak képviselőit, tehát ez egy hétköznapi esemény, de nagyon sok résztvevőre számítunk, szeretett vendégség is lesz a templombúcsú napján. A búcsunk ünnepének lesz egy második alkalma is, az pedig október 6-án lesz, a következő vasárnapon, tehát mához 2 hétre, a 10 órai szentmise keretében. Ez a szentmise úgynevezett koncertmise lesz, vagyis a zenei betétek, az ordinárium, az állandó részek Haydn üsdob miséjéből csendülnek fel, amelyet majd az Óbudai Főplébánia Albert Schweitzer kamarakórusai zenekara ad elő jeles szólisták előadásában, Kenesei László karnagy úr vezényletével. Mindenkit szeretettel várunk, de előre jelzem azt, hogy ez egy igen hosszú időtartamú szentmise lesz, amelyet majd ugyancsak szeretett vendégség fog követni. Akinek ezen a napon egyéb teendői lennének, ajánlom a 8:30-es gyermekmisét azon a napon. Azt is előre jelzem, ez még nincs benne a hírlevélben, de már szóban jeleztem, hogy Fábián atya, aki diákonusunk volt, és május 25-én a papszentelésben részesült, új misét mutat be 3 hét múlva, a választások napján egyébként, október 13-án, a gyermekek számára is, illetve a nagymisén minden testvérünk részére új misés áldással mutatja be az ünnepi szentmisét 10 órakor is. Nagy szeretettel várjuk vissza legalábbis erre az alkalomra Fábián atyát, aki időközben Vasvárra kapott kápláni kinevezést. A templomunkban már 3 évvel ezelőtt elindult Szent Sárbel kultusz,
amit templomunk szentelési ünnepéhez kötünk, hiszen akkor kaptuk Szent Sárbel és a libanoni szentek erekjéit. Most újabb állomásához érkezett, mert a mai napon, hiszen ma is egy Sárbel nap van, ha úgy tetszik, a minden hónap 22-e az ő zarándok napja Libanonban. Ezt a kultuszt itt is elindítjuk, és keleti szertartású görög-katolikus bizánci liturgia lesz a templomunkban. Első alkalommal a mai napon 16 órai kezdettel, tehát délután 4 órakor. A Szent Liturgiát Kocsis Tamás görög-katolikus budai szervező lelkész atya vállalta el, aki ebben a kerületben, a mi polgári kerületünkben és Esperes kerületünkben működik. Nagy szeretettel fogadjuk őt is. A másik kiemelt védőszentünk ünnepe pedig holnap lesz, Szent Pió atya ünnepe, aki plébániánk különleges égi pártfogója. Az ő ünnepén a délutáni szentmise keretében fogunk hálát adni az ő égi közbenjárásáért. Az elmúlt héten megnyílt az ikon kiállítás, amely megtekinthető. Külön kérésre tudjuk kinyitni napközben a kápolnát, de megtekinthető egészen november 24-éig itt a Szent Sárbel kápolnában. Mindenkinek szeretettel ajánljuk. A nemrégiben elhunyt dr. Gregori Jánosné Pannika ikonfestő munkáit. Különleges, rendhagyó és rendkívüli eseményre kerül sor ma a templomunkban. Kitüntetés számunkra, hogy az Ars Sacra Fesztivál, az Ars Sacra hetet, ezt az ünnepi rendezvény sorozatot a templomunkban zárja le egy közös ünneppel, melynek keretében este 6 órakor Bogányi Gergely zongora művészet koncertet Liszt Ferenc műveiből. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Helyfoglalásra vagy regisztrációra nincs szükség, nyilvánvalóan az érkezési időpont határozza meg, hogy ki hol tud majd helyet foglalni. Holnap után a Szent Gellért búcsúra vagyunk hivatalosak. A kelenföldi plébánia ma is tart ünnepi szentmisét ezekben az órákban, de külön a kerületi búcsú Szent Gellért püspök vértanú ünnepnapján lesz holnap után, 24-én, Kelenföldön a Szent Gellért templomban este 4-8 órai kezdettel. Templomunk búcsújára viszont meghívtuk ugyanígy kerületünk papjait és híveit. De még ezen kívül több búcsú is lesz, kereken 7 búcsú még az őszi időszakban. Ezekről szórólapokat készítettünk, a portaszolgálatnál el lehet vinni, és ott minden templomnak a búcsúja megtalálható, arról tájékozódhatunk a szentmise időpontjáról is. Ugyanígy a hírlevelünk az Angyal Szó kiadványnak egy külön melléklete a hittanórák rendje, mely megtalálható a fali újságon és külön szórólapokon is elvihető a templom előteréből. Még egy fontos kulturális programunk, helyi kínálata a Szent Gábriel Irodalmi Klub, a jövő vasárnap 29-én, mely egyúttal a könyvek könyvének is, a Szentírásnak is a vasárnapja. Az Irodalmi Klub 14 órától tartja a következő rendezvényét a Közösségi Házban, Elek Apó napja címmel. Benedek Elek erdélyi magyar íróra emlékezünk születésének 160. és halálának 90. évfordulója alkalmából. Már hirdettem a gyermekeknek, hogy szeretettel várjuk őket délután 2-kor meseolvasásra, vetítésre. 3:30-kor a Hunc utazás című filmet vetítjük Erdélyről, és délután 5 órakor pedig
további rendezvények lesznek, melyre mindenkit szeretettel várunk. Most kérem a jó Istent, hogy áldjon meg minket, hogy mindig őt és teljes mértékkel és szívvel őt válasszuk. Amikor választanunk kell Isten és a hamis mammon között, egyértelmű igent mondjunk az Úr követésére. Így kérem rátok itt Gazdagréten és a televíziók mellett is a jó Isten áldását. Az Úr legyen veletek, a mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, és árassza rátok kegyelmének minden ajándékát. Amen. Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökké valóság örömével. Amen. Szívlejétek meg, ami helyes és jó, járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária, kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei. Kérdezik.